korábban volt három ember, aki a kiválasztottak között szerepelt, hogy őt pótolja, és most kettőt még hozzávettek, az amerikai elnököt, Dale Neubanger urat és engem. Hát az első három sokkot kapott, hogy minek a bővítés. Igen? Hát akkor ez nehéz lesz ezt békés együttesnek kialakítani. Ez jelképes, hogyha én lennék a helyükbe, akkor én sokkot kapnék, ők elegáns úri embereket nem mutatnak. És most ötből kerülhet ki az ő trónörököse, de jó egészségnek örvendi, tisztelem, becsülöm, és nem kívánom, hogy most valaki a helyébe kerül, dépjen. Sok az út az most, és most nagyon-nagyon-nagyon nagyképűnek hangzik, most nem mentem el Abu Dhabiba, mert hát az ember... Hogy nem... itt legyél? Nem, hát hogy itt is legyek. Buta voltam, azt mondja, persze, igen, bocsánat, visszavontam, hogy itt legyek. Nem, mert itt van dolgom. Tehát vannak kötelezettségek, a FINA-nak a központja az Lozánban van, az Európai Szövetség most átmegy Nyonba, szintén Svájcba, Lozántól 30 km eddig Luxemburgban. Nyon, nem Lyon, ezt a nézőknek mondom. Igen, így van, Nyon. Ott van egyébként, ott van az UEFA. Lozánban pedig ott van a NOB. Tehát most úgymond 30 négyzetkilométeren belül kell helytállni. És a, ja, és a Magyar Olimpiai Bizottságnak is alelnök. Nem, csak voltam. Más nincs. Kétszer voltam alelnökek, ez 8 év, gyönyörű volt, én most tag vagyok. Most egy ilyen tanácsadó testületben vagyok, aki a fontolgatja, hogy az olimpiára érdemes-e jelentkezni 2024-re. És de még fontolgatja, vagy már eldöntötte? Február 6-án volt egy döntés, miszerint a most pénzügyileg megvizsgálják az erre szakavatottak, és amennyiben ez a tanulmány kedvező, akkor előterjeszti. És ez csak a jelölés, a jelentkezés. Igen. És aztán még azt hiszem, az maga is elég költséges, hogy ez a jelentkezés kellőképpen hatásos legyen. Ezt egyszer már végigpróbáltad a focival. Hát az ott a nulla szavazat. Tehát az mondjuk olcsóbb. Már olyan mindegy, hogy nulla vagy annyi, amivel nem kapja meg a rendezést. Hát ott most rögtön védekezem, én automatizmus, hogy ott azt mondják, persze én mondom, én hirdetem, de szemtől szemben nem mondták, hogy a pályázat volt rossz, ott a sportdiplomáciai háttér nem volt meg. Tehát akkor volt egy holland úri ember, egy Markovics nevű ember, és a Kisteleki István, két jó szendékű ember, és nem voltak benne az UEFA végrehajtó bizottságában. Most nagyképpen azt mondom, hogy nekünk az nagy előny, hogy akkor 5 LB-t rendeztünk úszásban, magad is tevőlegesen részt vettél, nagy megtiszteltetés volt. Meg most a FINA VB-n az sok minden mellett számít, hogy ugyanolyan emberek, húsvér emberek vannak, és tehát ha nem szavazol rám, akkor idézelben majd én is így fogok viszonyulni hozzád. Tehát, ha nem hozol szavazatot magaddal, a jelenléteddel, akkor... De akkor lehet mondani, hogy ha te nem segítsz engem, én se segítelek téged. Tehát ott nem volt nekünk senkink, itt most jobban állunk. Mindez, aki újságolvasó, tudja úgyis. Meglehetősen enigmatikus, meglehetősen különleges vagy titokzatos figurája vagy a hazai sportéletnek, és ez nem most következett be, ez az újságírás idején is, hogy viszonylag keveset mutatkozó, és megosztottad, és tagadhatatlan megosztottad azokat, akik a tevékenységedet ismerték, úgynevezett, ezt szokták már, megosztó személyiség. És ez biztos, hogy így van. Hogy két oldalban vannak a sikerek, hogy ezt remélem, hogy ezt megbocsátják, mert az mindig ellentmondásos érzéseket vált ki, mert voltak sikerek. Hát a NAP TV-nek ugye volt egy 21 évig csináltuk, és abból legalább 15 év vagy 16 év vállalható az eleje. Mert hát úgy innen kezdem, bár a sportújságírás is adott volt, hogy a Nemzeti Sportnál voltam újságíró, és ott külföldi rovatvezető voltam, aztán kimentem Los Angelesbe az olimpiára, készült egy könyv, mert magad is volt olyan kedves, hogy cikket írtál, én kaptam ezért pártfegyelmi második fokozatot, bezúztál a könyvet, tehát az első szép epizód az életemben, akkor visszaminősítettek. Mi volt a kifogás? A hallgatóságod nagy része ezt már nem tudja, tehát jobb, ha kicsit segítesz. Készült egy kiadvány, a Sport Illustrated magazin kiadványa, Amerikában, az olimpia színhelyén, ahol én a szocialista országok sportolóit kellett, hogy bemutassam. Hát akkor én ugye
lecsúsztam a süllyesztőbe. Az mit jelentett? Elvesztettél egy állást? Nem, megtartottak, csak nem lett. Előtte voltam nemzeti rovat vezető, aztán voltam főmunkatárs, és akkor munkatárs lettem. És rá 4 évre eljöttem a Nemzeti Sporttól, mert egy Amerikával élő hazánk fia, az itt indított egy céget, akivel ott kint megismerkedtem, és ott született egy amerikai-magyar vegyes vállalat, meg életem a vezetője. De ennek nem volt köze a sporthoz. Annyiban volt köze, hogy én azt mondtam, hogy nem hagyott a sportújságírást, hanem a... És erről az úriember azt mondta, hogy ne is hagyd ott, akkor elindítjuk a Sport Plusz heti lapot, én megteremtem ennek a feltételeit, adott rá 2 millió forintot, ami egy hatalmas pénz volt, és ha megbukik, ha kitart, ma is megjelenik ez az újság, én leadtam ugye 5-6 éve, most Bocsák Miklós a főszerkesztője, de azt hosszú ideig gyakoroltam, és így megmaradtam a sport újságíróként is. Majd elindult a NapTV. Az Na, az volt, hogy indult? Az meg úgy indult, megszületett az agyadba nem, az ötlet? Havas Henrik külső munkatársa volt ennek a Sport Plusz heti lapnak, és azt mondta, hogy ez a Pali egész ügyes, mondta rám, mert sok hirdetés volt benne. Mert ugye a 2 millió az, mit tudom, elég 3-5 nyomta számára. Abból lehetett fönntartani a lapot. A igen, hát az eladásból és a hirdetésből, de a hirdetés a áldás. És akkor sok hirdetés volt benne, és azt mondta, hogy ő dolgozott a Nap TV-ben, aminek a Movi, a Mai Nap, és az MTV volt a tulajdonosa, és lement 21 adás. És aztán az a pénz, amit ők befektettek, az elfogyott, és azt mondták, hogy megszűnik. És erre jött Havas Henrik, hogy talált egy ügyes palit, hogy hát, ha az meg tudja menteni, és engem meghívtak egy ülésre. Egy órát késtem, mert szerintem rossz időt mondott a Havas, már csomag, esküszöm, hogy igaz, már felálltak a úriemberek, hogy hát akkor ennek vége. És akkor mondtam, kabátba érkeztem, hogy miről van szó, és akkor mondták, hogy erről, és ha év végéig a szükséges összeget hozzuk, akkor én rögtön elnöke vagyok. Veszteni való nem volt, mert vagy megszűnik, vagy hozzuk, és mit tesz Isten, sikerült hozni. Ott nekem volt ez az amerikai úriember a fedezetem, de nem volt rá szükség, hogy ő pénzt betegyen, mert sikerült. Ő vállalta volna ezt a kockázatot. Volna ezt a kockázatot, tehát ez egy óriási háttér volt, ez nem lehet elfelejteni, de nem volt rá szükség. Havas Henrik, Forró Tamás, ők voltak a nagy fenevadó, tehát az induló fémjelző emberkék, és egy emberek, akkor volt szerintem a fénykorú, nem minősítve a mostani teljesítményüket, de akkor ők voltak a legbátrabb riporterek. Akkor még, hogy valaki ilyen szókimondó, ez 89 volt, az még szokatlan volt. Ma már valaki neki megy egy miniszternek, vagy bárkinek, az megszokott, az, mint a simogatnák. Akkor ez kemény hang volt, és ez tetszett a nézőknek, és tiltakoztak sokan, hogy ők még nem láthatják, mert a lapok írtak róla, híre ment, majdan az MTV befogadott minket, így került a Nap TV a MTV műsorába, és egy évvel később megszűnt a akkor, azt hiszem, havi 20 millió forinttal támogatott konkurens műsor, mert annyival magasabb volt a te csatornádon ennek a műsornak a nézettsége, illetve a kettőn, és aztán átkerült az egyre. Tehát ez egy elég kacifántos történet volt. De mégis, ugye, itt azért közben ez a dolog anyagilag is jutott előbbre, és épült tovább, és lett egyszer csak ott létesült egy kis centrum, egy kis önálló adásra képes, a képet akkor nem a Magyar TV révén juttatta el, hanem közvetlenül is el tudta juttatni az adóra, tehát sok minden történt. Sőt, még ott mellette létesült, azt se tudom, mi lett abból, egy kis szálloda, kifejten sajtó embereknek. Jól mondom, ugye, mi jól emlékszem. Pontosan, és ahogy utaltál rá, és tulajdonképpen orientáció, és köszönöm, olyan rég volt, hogy a Magyar Televízió ugye fizetett a reggeli műsor konkurens készítőjének ezt a havi, hitem szerint nagyon tekintélyes összeget, mi nem kaptunk egy fillért se, mert az volt a megállapodás, hogy megkapjuk a reklámidőt. Az MTV összességében akkor is dotált volt, nem olyan nagyságrendben, mint most, de tekintélyesen, és ennek ellenére veszteséget termelt. Tehát negatív volt a szaldó, míg nem mi, akik megkaptuk a reklámidőt hajnalba, ami a legnehezebben eladható, ebben ez egy aranybányának minősült, én módos ember lettem, tehát kimondva kimondatlanul ebből.
Tehát magyarán szólva, mint tulajdonos, ez nem csak egyszerűen fönntarthatóvá vált, hanem lukratív, tehát jól fizető, nyereséges lett, amitől neked is jó volt. Igen, és olyannyira szerencsém volt, hogy kirúgtak, tehát az MTV-ből, mert mindig változnak a helyzetek. Ugye volt a keresztűz, ösztűz, akkor még úgy hívták, ösztűz, műsort, hogy levettek minket mégis, megmagyarázhatatlan okból, és az MTV-től elküldtek. Akkor mi átkerültünk a ATV-re, és ott befogadtak bennünket, és ott is nyereséges volt, de ez jól jött, hogy kirúgtak, azt mondtam, hogy hál' Istennek, mert a tulajdonos társak megrettentek, és én felvásároltam bagóért, hogy ilyen nyersen fogalmazzak, a tulajdonos társaknak fokozatosan a tulajdon részét. Tehát lettél 100%-os. 100%-os tulajdonos lettem. És volt egy nagyon jó csapatunk, és reményem, vagy szándékom szerint én őket megbecsültem, mert belőlük nőttem ki, vagy neki köszönhetek mindent. És ők is jól érezték magukat, mi is jól éreztük magunkat, és működtünk. Mikor szűnt meg végleg a nap? A 89-ben, szeptember 29-én, 28-án jött el. 89-et mondtál, biztos? Nem, rosszul mondtam. 2009-ben, a 9 stimmel, de figyelsz rám, köszönöm. Lehet tanulni, igen, tudom. Tehát akkor 2009-ben, elnézést, hogy itt hadartam. Szeptember 29-én, 28-án jött hozzánk az MTV-ből egy úriember, és átnyújtotta a felmondást, hogy holnaptól nincs adás. Hát mondtam, most már, ez péntek volt, hát mondom, most mennek a szombati felvételek. Szóval nem baj. És aztán vége lett. És akkor lett egy per, mert mi úgy éreztük, hogy ez méltánytalan, és én akkor végül is... Vagyis beperelted a magyar televíziót. Beperelted a magyar televíziót, akivel megegyeztem, egy olyan két peren év után, kívül. Peren kívül, és így boldogan, békésen élek, és ez így jó. Én sok mindent köszönhetek annak, hogy kirúgtak. Először, amikor kirúgtak, azt köszönhetem, hogy tulajdonos lettem. A másodszor meg annak köszönhetem, hogy amikor kirúgtak, hogy hát tulajdonképpen akkor kezdtem fokozottan úszni. Tehát a párhuzamosan... Úszni, úgy érted, hogy funkciót vállalni. Funkciót vállalni, hogy korábban is én már bürótag voltam, de akkor lettem alelnök a FINA-ban, korábban is Lemben voltam először bürótag, aztán alelnök, most treasurer, tehát az a gazdasági vezető. És a feladatok is itt a Magyar Úszószövetségen belül, meg a vállalásaink is megnőttek, tehát én most szabadúszó vagyok, hogy itt a további buta szójátékot folytassam, hogy most csak erre koncentrálok, és ez mindenkinek jó. Ez mindegytől egyig nyilvánvaló társadalmi munka. Igen, én nem kapok egy fillért sem, nem is kérek. Vannak elnökök, akik fizetést kapnak. Hála jó Istennek a múltban sikerült. De bizonyos költségtérítések? Nincs sem. Az sincs. Sem. De engem vizsgáltak. Tehát ha utazol, a saját zsebedre utazol? Nem, a FINA fizeti. Tehát a FINA és a LEN. Mégis költségtérítés. Nem, hát az a Nemzetközi Szövetség. De te a Magyar Úszó Szövetségre értetted, amit igen, az előbb igen. Mondtál. A Nemzetközi mindent, olyan arany életem van, tehát business classon utazom, meg ötcsillagos szállóban lakom. Várjunk egy picit, hogy ne csak kellemes legyek. Ugye ebbe a menetben, akár a napkeltétől nézzük, tehát akár még előbb, de a napkeltétől minden körülmények között. Ugye ne áruljunk zsákba macskát. Itt változott a politika, változtak a vezető kormányok, az országot vezető kormányok, és azt mindenki pontosan tudta, hogy van egy olyan fok, van egy olyan hely, és van egy olyan funkció színvonal, aminél óhatatlanul függ az ember, aki ezt a funkciót ellátja, az éppen uralkodó kormány jó indulatától, hogy hogyan fogadják a tevékenységét, támogatják-e vagy sem. Van olyan ára, amikor az tökéletes lojalitást kíván, van olyan ára, amikor a szaktudást is díjazzák. Ez kormányfüggő, az egyik ilyen, a másik olyan. Te végigmentél ezen a soron, ha magad kiszámítod, hogy ezen az úton, amit itt mostanig elmondtál, hány kormány volt a rendszerváltás óta, akkor magad is kell, hogy szembenéz azzal, hogy ezt végig kellett csinálnod. Nem volt kérdés, de pontosan tudod, hogy mire várok. Hát ami most ilyet szabad mondani, tehát a miniszterelnök úr, mikor
szóbált velem. Melyik? A mostani. Ő hát állt jelen... először veled szóba? Nem, engem mindenki, hát a NapTV-ben hát... ott voltak, hát én fogadtam őket a NapTV-ben, tehát nekem volt egy emberi kapcsolatom mindenkivel, hát az Orbán Viktortól kezdve, a Gyurcsány Ferencen, a Medgyesi Péter, Antal jó, tehát most mindenki. Mész visszafelé. Igen, tehát... a NapTV-ben mindenki járt, és volt egy emberi kapcsolat. Aztán a Fidesznek nem volt a NapTV a kedvence, ugye a megszüntetésben, bár ott a KDNP mondta, hogy elnöke, hogy amíg az Acél meg az Orosz ott van, addig nem jönnek, akkor elmentek, mert elegánsak voltak, az Acél Endrés, Orosz József, két riporterünk, vagy élesebb hangot, vagy nem tudom, mi volt a kifogás, ők maguktól felálltak, úgyhogy ezt mi barátian megbeszéltük, akkor se jöttek, tehát akkor az MTV váltott, és az MTV delegált riportereket, akkor engem sokan megbíráltak, hogy én miért nem állok fel. Én mindenkor egyeztettem. Hogy a... miért veszed tudomásul, igen, hogy rád erőltetik. Hogy azt kell mondani, hogy akkor köszönöm, nem csinálom tovább, de akkor az MSZP kormányzat volt. És az, én nem akarok bírálatot mondani, nekem groteszk, mert nem álltak úgy ki mellettem, hogy ezt visszautasították volna. Hát meg volt akkor az MTV elnöke, amit még az MSZP kormányzat időszakában került megválasztásra, nem akarok személyeskedni. És hagyták ezt, és aztán elküldtek bennünket, és akkor egy idő után, pontosan az úszó élet eredményének tükrében a jelenlegi miniszterelnök az megtisztelt, és elmondta, hogy a teljesítményt értékeli, és lát fantáziát ebben, és számíthatok rá. Tulajdonképpen ez közel is állt a televíziós szerződés, tehát a PER megegyezésben, hogy ott nem személyesen ő, de áttételesen érződött az, hogy egy együttműködés, vagy befogadókészség, az jobb szó, mert hol vagyok, én nem egyenrangú felek vagyunk, megnyilvánult, és én ennek örültem, és a sport javára ez nagyon kamatozik, és meg kell mindent megtenni, hogy ez igazolt legyen. Ezt most kihagyni, amikor ránk irányul a figyelem, most ilyen szép szavakat mondok, de ezek nem lózungok, ezek igazak, hát ez óriási dolog, pláne olimpiát fontolgatunk, álmodunk róla. Nyilván gondolod, hogy sokat segíthet az olimpia döntés kérdésében is? Én azt mondom, hogy ha valami segít, akkor ez igen. Mikor kapja meg üdézőjelben egy kisebb ország ilyen esélyt, ha nem most? Evidenciákat mondok meg én, előttünk lévők, a nemzetközi sportérték táblázaton már mind rendeztek olimpiát. A magyar sport előtt mindenki meghajol, hogy mit teljesít. Rendezésben és létesítményben kell felnőni. Ennek lehet egy pillére ez a úszó VB, meg az a sorozat, amely most Győrben, a Cselgáns VB kapcsán, meg a Forma 1 kapcsán hatást gyakorol a döntéshozókra. Én ugye azt mondtam most, amikor megkaptuk a VB-t, hogy beütött a krach. Ha elnyerjük az olimpiát, akkor is hasonlót kell mondani, mert akkor felköthetjük a katyánkat, ennyi szó. Nekem sokan mondják, hogy mennyire nehéz a javakat biztosítani az ember számára, hogy miért nem kamatoztatod ezt. Tehát a bölcs ember az kamatoztatja, én egy oktondi vagyok, mert én... Ez mit jelentene, hogy a... Tehát én nem úgy élek, mint hogy... A vagyonát kamatoztassa, hát úgy, hogy él vele, hogy ez a boldogság. Tehát annak megfelelő szinten igen, éljen, igen, amilyen az a, lehetőség. Az a boldogság, hogy ezt, hogy most mehetnék biztos, nem csak a fina alapon Abu Dhabiba, vagy ahova akarok, meg elterbeszkedhetnék, nekem ez a boldogság, hogy tehát nem a... Tehát, hogy valamit csináljak. Tehát, amit talán közös örömünkre van, ez még szebb. A múltban ugye önző módon a NapTV az nekem hozott sokat, talán egy-két nézőnek még örömet is, ez talán többeknek.